Nincs két hét és megjelenik az új Farming Simulator, ennek ellenére tömérdek új dolgot mutattak be. A mai videóban ezekről lesz szó, tartsatok velem! Az alapgépekkel kapni fogunk mulcsozó gépeket, amiknek a segítségével a szőlő és az olivabogyó közötti sorokban lévő füvet tudjuk visszaforgatni a talajba, így majd a növények több tápanyagot kapnak és bővebb lesz a termés. A mulcsozást elvégezhetjük majd a tarlón is, így akár a gabonák termés átlagát is javíthatjuk. Mint korábban kiderült, lesznek a földeken felbukkanó kavicsok. Ha ezek nagyok, egy kőösszeszedőgéppel tudjuk őket eltávolítani, viszont ha csak kisebbek, egy henger segítségével vissza tudjuk őket simítani a talajba. Viszont ha csak hengerezünk, egy idő után nagyobb kavicsok fognak előjönni, így előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a kövek összeszedése. Kaptunk egy képet, amin az összes gyártási láncot átláthatjuk. A bútorgyártástól a ruhákon át a műzléig rengeteg fajta lehetőségünk van, pár gyár különleges kidolgozást kapott, például a visszatérő üvegházak. Salátát, paradicsomot és epret termeszhetünk majd bennük, és csak víz fog kelleni hozzá. Kapni fogunk új állatokat az FS22-ben, a méheket. A méhek tartása kicsit el fog térni a többitől, ugyanis egy NPC fog a kaptárak között járkálni és gondozni őket. A méheink évszaktól függően mézet fognak termelni, illetve a repcét, napraforgót és a krumplit beporúzzák, így növelve a termés átlagokat. A méhek mellett kerülnek majd be dekorációként őzek, akik az erdők környékén bukkannak majd itt-ott fel. A többi állat teljesen új modellt és animációt kapott, így még szebbek és realisztikusabbak lettek. Jönni fog egy kicsit szokatlan tehénól is, amely egy Lili automata etetőrendszerrel van felszerelve. Ha ilyet veszünk, csak annyi lesz a dolgunk, hogy az alapanyagokat oda készítsük, a takarmánykeverést és a kiadagolást majd a gép automatikusan elvégzi. A felhasználói visszajelzések alapján tettek kisebb változtatásokat is a játékban. Az egyik a megvilágítási rendszer finomítása, ami leginkább a nemrég megjelent Gerich trailerben volt észrevehető. A másik az évszakok hosszúsága. Eredetileg minden évszak 3 napos lett volna, és az időskálát lehetett volna egynél kisebbre állítani, viszont ezt sokan kifogásolták, így a fejlesztők változtattak rajta. Az évszakokat lehet majd akár 28 naposra is állítani, azért nem 30-ra, hogy pontosan kijöjjön a 4 hét. Egy jó kis funkció érkezik majd a bolthoz, a használt gépek. Akik jobban követték a történéseket, azok már ismerik, mivel egy kiszivárgott videóban benne volt, de most már történt hivatalos bejelentés is. Egy külön fülön fog a bolt véletlenszerű járműveket kínálni sokkal olcsóbban, viszont cserébe már lesz bennük jó pár munkaóra és rosszabb állapotban lesznek, például karcok lesznek rajta, így a javításukra is kell majd pénzt költeni. Egy nagy hír a konzolos játékosoknak, hogy a slotok számát 3-szorosára növelték, köszönhetően a Giants Engine optimalizálásának. Ez azt jelenti, hogy PS4-en és Xbox One-on az 1300 slot helyett most már 2750 slot lesz, PS5-ön és Xbox Series X-en 5200. És az nem lenne elég, a járművek slot igényét is drasztikusan csökkentették, így például egy Class Axion a 40 helyett csak 12 helyet fog használni. Valljuk be, ezek elég durva különbségek. Valószínűleg ez volt az utolsó ilyen jellegű videóm, ugyanis már nagyon közel a megjelenés, az újabb bejelentéseket pedig a csatorna közösségi fülén fogom posztolni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, köszönöm, hogy követtétek a sorozatot, találkozunk legközelebb, sziasztok!